Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia. Asztrológia tudása mesebeli képekkel. Ma tehát április 8-án telehold van, az indiai számítás szerint a szűz jegyében. Oda kell, hogy figyeljünk. Ez a telehold arra utal, hogy nyissuk ki a szemünket pontosan azokra a témákra, amit a szűz jegye velünk közöl. A tisztaságot, azt is, hogy rendet kell, hogy tegyünk körülöttünk, vagy az életünkben. A szűz jegyének van egy gyógyító energiája is. Azt is jelenti, hogy valamit átgondoljunk, és komolyan vegyük a dolgokat, és miután mi mindent megvizsgáltunk, úgy tegyünk döntéseket. De ez nem szabad, hogy mi ezt eltúlozzuk, tehát ne maradjunk a kicsinyességeknél, hanem arra koncentráljunk, ami tényleg fontos a jelen pillanatban. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A nap a halak jegyében található, a Revati holdházban. Hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, és ez más eredmény, mint abban az asztrológiában, amit mi itt Európában ismerünk. Tehát az indiai számítás szerint a nap a halak jegyében a Revati holdházban található. Ez az utolsó holdház, és mutatja, hogy el kell, hogy érjük a céljainkat. Fontos az is, hogy mi úgy érezzük, hogy valami ad nekünk biztonságot. És ez legyen a gondolat, igen, ide elérkeztem. Pontosan az, amit én el akartam, hogy érni az életemben. A nap mutatja, hogy ebben az irányban kell, hogy tekintsünk. A hold ma szemben áll a nappal. Ma telehold van. Az annyit jelent, hogy a nap be tudja a holdat sugározni. A hold a szűz jegyében áll, mint ahogy mondtam is, a Sitra holdházban. Ez a holdház a Spica csillaghatása alatt áll. A rómaiak nagyon-nagyon kedvelték ezt a csillagot, mert ez mutatta, hogy itt eredmények lesznek. Ez a csillag azt képviseli, hogy azt, amit most elültetünk, amit mi most kezdtünk, az kivirágzik, az hoz eredményeket. Nem azonnal, mert ez időben telik, mint ahogy a természetben is, ha valamit elültetünk, mire az kivirágzik, az eltart egy ideig. Ez a Sitra holdház nem csak ezeket az eredményeket mutatja Spica csillag hatását, hanem azt jelenti lefordítva egyensúly, balanszpunkt. És ez az egyensúly jelentheti azt, hogy valamit ki kell, hogy egyensúlyozzunk az életünkben, de jelenti a belső egyensúlyt is, ezt a harmóniát. És most áttérek az elemekre. Van négy elem. Tűz, föld, levegő és víz. Az ezotériai területen van egy ötödik elem is, amit mi éternek nevezünk. Ez az ötödik elem vagy éter az, ami bennünket összeköt az
isteni energiával. Nem, én maradnék ennél a négy elemnél, és szeretném mutatni, hogy melyik bolygó melyik elemben található, a Szaturnusz bolygóig. Mert a külső bolygókat, Uránuszt, Neptunt és Plutót ebben az esetben nem veszem figyelembe. Ők hatnak ugyanaz életünkre, de nagyobb eseményeknél. Tehát Szaturnusz bolygóig. A tűz elemében nincs bolygó, tehát hiányzik valami. Mint tegnap is, ezt közöltem. Hiányzik a bátorság és a lelkesedés. A mai napon hiányzik valami a levegő elemében is. Tehát a levegő elemében nem található bolygó. A levegő eleme mutatja a könnyűséget, a szabadság érzetét, az ötleteinket és a kommunikációt. Itt nem található most bolygó. Az annyit jelent számunkra, hogy a tűz és a levegő hiányzik. Ha ebben az irányban tekintünk és ezt éljük, akkor kiegyensúlyozódik valami. Tehát megtaláljuk a harmóniát, pontosan azt, amit a mai holdház is mutat, Sitra, az egyensúly. Így találjuk meg a belső egyensúlyunkat. Tehát elgondolkozhatunk azon, hogy milyen ötleteket szeretnénk megvalósítani, és ezt azzal a könnyűséggel beszéljünk egymással, mutassunk bátorságot és lelkesedést. Ennek lesz ma egy megnyugtató hatása, mert pontosan azt éljük, ami nekünk jelen pillanatban hiányzik. A Föld eleme dominál. Ott található a Hold, Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. A Föld eleme mutatja az anyagiakat és a biztonság érzetét. És ezt a párkapcsolatban találjuk meg, mert Mars és Vénusz erre utal. Azon kívül hat az érzelmeinkre, mert a Hold szintén a Föld elemében, a szűz jegyében található. A víz elemében van a nap, és mától Merkur bolygó is. Tegnap még a vízöntőben volt, mától kezdve pedig a halak jegyében, ami az érzelmeket mutatja, és a Merkur hatása alatt kell, hogy erről mi beszéljünk is, vagy ezt szeretnénk hallani, hogy mások az érzelmeinkre hatnak, vagy nyitottak arra, hogy az érzelmeket mutassák, és ezt kifejezzék, tehát szóban foglalják. Ami nekem feltűnt, a tűz eleme és a levegő eleme az mindig aktív. Tehát ott mozognak az események. És ebben most nincs hatás. Sem a tűz elemében, sem a levegő elemében. A Föld eleme és a víz eleme inkább visszahúzódó, és várakozó, és pontosan ott vannak most a bolygók, azon kívül nap és hold is. És ez pontosan arra utal, hogy a mai napon mi visszahúzódóak vagyunk, vagy várakozunk, elvárásaink vannak, kellene viszont, hogy tegyünk valamit, ami bennünket most lelkesít, vagy keressünk kapcsolatokat, szükségünk van a beszédre, és így találjuk meg a belső nyugalmat, ezt a harmóniát, így tudjuk kiegyensúlyozni a helyzetet, és befolyásolni a mai nap energiáját. Ami a kapcsolatokat illeti.
A nap összeáll egy kapcsolatban Neptun bolygóval. Ezt úgy nevezik, hogy fél szextil. Ők nem találkoznak, viszont a közelben vannak. Az úgy hat ránk, hogy a mi közelünkben lesznek most kapcsolatok, és kiderül valami megvilágosodik. Vagy, amit eddig eltitkolt valaki előttünk, az most a napvilágra kerül. Az is lehet, hogy nekünk voltak titkaik, és valaki van a környezetünkben, aki ezt tovább elmondja, és az kiderül. A nap és a hold szemben áll, itt fontos az egyensúly, ezt a kapcsolatot opozíciónak nevezzük, és ez pontosan hajnali 3 óra 35 perckor történik. Ez a mai telehold időpontja. Természetesen a következő órákban még mindig hatásos. Neptun bolygó összeköttetésben áll a mi földünkkel. Ezt úgy nevezzük, hogy quincunx aspekt. Ez a kapcsolat a mi földünk és Neptun bolygó között, ami a mai napon nagyon intenzív, ezt a kapcsolatot, ezt a quincunx aspektust nehéz elmagyarázni, mert nincsenek tények, nincsenek látások, nem tudjuk átlátni a dolgokat. Én ezt úgy szoktam példaként mondani, képzeljétek el, hogy van előttetek egy inga, és valaki megkérdezi, mit mondanátok, melyik irányba fog kimozdulni. A válasz a következő. Nem tudom, fogalmam sincs, lehet, hogy így, lehet, hogy úgy. És pontosan ezt érezzük ebben a kapcsolatban a Föld és Neptun között. Sokakban jön ez a gondolat, hogy lesz tovább, és keresik a választ. És a válasz nem tudom, fogalmam sincs, és ez érezhető. Nem csak a Földdel van Neptun ezzel a kapcsolattal, hanem a Holddal is. Tehát a Hold és a Neptun bolygó között is van ez a quincunx aspekt. A hold hat az érzelmeinkre, tehát ez a válasz, nem tudom, hogy tovább, fogalmam sincs, mi következik, ez nem csak egy gondolat, hanem ezt érezzük is. A mai napon nagyon intenzíven, de ez még érezhető lesz a következő napokban is. És ez volt a mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, Dender Rauch!